Kedves nézőink, a következő bő egy órában Napjaink című közéleti magazinunkat látják. Nem volt olcsó, de megérte, hallhattuk a Mároki mini bölcsöde átadóján, s valóban impozáns épülettel gazdagodott a falu, de leginkább a picurkák. Segítség az édesanyáknak elhelyezkedni a munkavilágába, és egyben a minőségi gyermeknevelés idilli helyszíne az új mároki mini bölcsöde. A 180 négyzetméteres komfortos épület plusz a tágas terasz és modern játszótér mágnesként vonzhatja majd ide a picurkákat. A most átadott bölcsi 150 millió forint pályázati forrásból lett finanszírozva, a konzorciumi partner pedig a Baranya vármegyei önkormányzat volt. Krizsics Zsanett polgármesterasszony és Hargita János országgyűlési képviselő jó szívvel adták át Márok legújabb büszkeségét, amely szinte második otthona lesz a mároki kicsiknek. Két évvel ezelőtt az irodámban született meg ez az ötlet, amikor azt láttam, hogy egyre több és több gyermek születik Márokon, úgy gondoltam, hogy megértünk arra az időre, hogy végre egy mároki mini bölcsödét is átadhassunk. Úgyhogy ott született meg az ötletünk körülbelül két és fél évvel ezelőtt. Hogy lesz az államból valóság? Kemény munka volt ez a két esztendő? Természetesen nagyon sok munka volt, nagyon sok fejtörést okozott, rengeteg tervezést, úgyhogy igen, mondhatni, hogy nagyon sok munka volt. Mi fér bele 153 millióba? Hát természetesen megvásároltunk egy régi épületet itt, annak a helyére felépítettük ezt a gyönyörű szép 180 négyzetméteres alapterületű épületet, teljes eszközbeszerzés, napelem, fűtésrendszer, minden a legmodernebb kivitelezésben. Nagyon nehéz manapság jó szakembereket találni, de önök ráleltek három jó munkatársra. Igen, nagyon jó munkatársaink vannak. Király Lívia fogja vezetni a bölcsödénket, és hála Istennek két helyi lakosunk lesz a kisgyermekgondozó és a Dajka. Pezsgő élet lesz majd itt a falak között? Biztos vagyok benne. Ugye pár nap múlva nyitjuk a bölcsödénket, két nyílt napot szerveztünk hétfő kedre, úgyhogy nagy az érdeklődés is. Úgy számoljuk, hogy jövő év elejére teltházunk lesz. Nagy terhet levesz a bölcsöde, a mini bölcsöde majd a szülőkvárnáról? Úgy gondolom, hogy igen, természetesen el tudnak menni dolgozni, biztonságban tudhatják a gyermekeiket, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Király Lívia, a mini bölcsöde vezetője kiemelte az intézmény fontosságát, a gyerekek szocializálásának legújabb terepét. Két munkatársával együtt szeretettel nevelik majd itt a picurkákat. November 2-ával fogunk indulni. Elsőként két gyermeket fogunk itt beszoktatni, és akkor a továbbiakban, ahogy jön a január-február, további gyerekek, illetve tavasszal további gyerekekre számítunk. Hát a cél a 7 gyermek. Ez a maximális létszám? Igen, az a maximális létszám, a 7 gyermek. Milyen funkció van egy mini bölcsödének? Gyakorlatilag mi történik itt a mindennapokban? Mindennapi gondozás, a nevelése a gyermekeknek, a személyiség fejlődésük érdekében, illetve az alapvető szokásaik segítése, tehát a kialakulás a szokásaiknak, tehát a tisztálkodás, az öltözködés, a szobatisztaságra nevelés, és ebben segítjük azokat a szülőket, illetve azokat az édesanyákat, akiknek vissza kell menniük a munkahelyre dolgozni, és ugye ezt a feladatukat vesszük valamilyen szinten át, mi gondozónők. Gondolom elsőként körbenéztél, amikor elkészült maga a létesítmény, és hát be is kellett persze ezt rendezni. Komfortos lett? Én úgy érzem, hogy igen, nagyon komfortos lett, nagyon szép színeket vannak, jól felszerelt, tényleg korszerű a fürdőszoba és az öltöző is, szakmai elvárásoknak teljesen megfelel, és tényleg úgy látom, hogy minden van a konyhától, melegítő konyhától elkezdve, irodahelyiségünk van, mosógépünk, mosogatógépünk, tehát minden szolgálja itt a bölcsöde működésének feltételeit. Képviselő, az előző percekben tetszett vágni azt a szallagot, amely gyakorlatilag megnyitotta ezt a mini bölcsödét. Milyen érzés egy ilyen átadón itt lenni? Hát bölcsödét avatni, gyermekintézményt avatni, azt létrehozni, ahogy itt a márokiak tették, az azért nem mindennapi pillanat az ember életébe, és főleg egy ilyen kis település életében, az nagy gond, a sors szerencsés
összjátéka talán, hogy éppen tegnap hozta meg a kormány a CSOK plusz kapcsán az újabb döntését, ugye a családi otthonteremtési kedvezményt, aminek az a célja, hogy minden gyerek megszülethessen, és majd tető is kerüljön a feje fölé, és ezek az intézmények, a bölcsödék, azok gyerekekkel legyenek tele, még a kis településeken így márokon is. Ezt a rendszert át kellett alakítani, mert elsősorban a Covid után elszabadultak az árak, az árviszonyok a lakáspiacon, azok a támogatások, amit főleg a kormány a nagyobb helyeken biztosított, azokkal már nem lehetett elérni ezeket a jóval nagyobb értékű ingatlanokat, és ezért alakította át a kormány ezt a rendszert, amit CSOK plusznak hívunk. Ez egy nagyon kedvező hitelfelvételi lehetőség fiataloknak, ha gyermeket vállalnak, attól függően, hogy hány gyermekük van, vagy mennyit vállalnak, juthatnak stabilan, akár 25 éven keresztül fix 3% hitelhez, ahhoz, hogy álmaik otthonát megteremtsék maguknak. Remélem, hogy itt a térségben is mind többen élnek majd ezzel a lehetőséggel. Ez össze lesz kombinálva a falusi CSOK-kal is, tehát ez a hitel lehetőség a falusiak számára is elérhető lesz. Konkrétumokról azért nehéz még beszélnem, mert nyilvánvalóan ezt egy kormányrendelet fogja szabályozni, most csak azt tudom bejelenteni, hogy a nagy döntést a kormány meghozta, és átalakította a CSOK rendszerét azért, hogy a jövőben is sokan vehessék igénybe fiatalok a saját otthonuk megteremtésére ezt az állami támogatási formát. Visszatérve a mároki mini bölcsödéhez, mindig mondjuk, hogy árérték arány. Ez a 153 millió, ami ide belefektetve az állam részéről, ez úgy látja, jó helyre jött? Meggyőződésem, mindaz a pénz, ami a térségekbe jön, és egy ambiciózus kis településre jön, az mindig jó helyre jön. Ezen az ingatlanon végig nézünk, azt gondolom, hogy a 150 milliónak minden fillérje tisztességen és jól hasznosult itt a településen. Remélem, mindig teltházzal fog működni ez a kicsi bölcsöde, a márokiaknak is, a környékbelieknek, hát intézményi szolgáltatásokat biztosítva. Igazi gyöngyszem született a pályázati forrásnak, a kivitelezőknek és a leendő fenntartónak köszönhetően. A mároki önkormányzat jövőt épít, mégpedig a helyben élő családok lehetőségeinek bővítésével, mert kell a közösségi tér és a közösségi nevelés. Ennek eklatáns példája a most átadott mini bölcsöde. Jeles születésnapokat köszöntöttek a Bói Erzsébet Vigadóban. A Szociális Központ és az Önkormányzat közös rendezvényére nagyon sok ünnepelt szépkorú fogadta el a meghívást. A szépkort megélt 70-80-90 éveseket és a 90 éven felülieket köszöntötték a Bói Erzsébet Vigadóban megtartott önkormányzati nyugdíjas napon. Bói egykoron aktív lakói ma már megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik. Kijár nekik a tisztelet és a főhajtás a jeles születésnapjuk alkalmával. A program során köszöntők hangoztak el, továbbá a Bói hagyományőrző énekkar is fellépett. Október mindenképpen egy kiemelt hónap az intézményünk életében, hiszen éppen az idősekről szól, és az időseknek szóló programok tömegében jelennek meg ilyenkor. Jeles születésnaposok általában elfogadják a meghívást? Hát az utolsó percben derül ki mindig. Ugye a 70, 80, 90 és 90 év felettieket hívjuk meg, és bizony nagyon érdekes, mert a visszajelzést nem mindig kapjuk meg. Emléklappal készülünk, bombonnal készülünk.
de azt vettük észre évek óta, hogy igen, megtisztelik az eseményünket, és a visszajelzések mindig azt mutatják, hogy örömmel fogadják a köszöntést. Az életkor egy különleges dolog, egy nagyon érdekes dolog. Valóban én magam is mindig úgy érzékelem, hogy kiskorban mindig olyan nagy jelentőség van a születésnapoknak, aztán egy idő után az ember olyan 30 környékén szereti elmismásolni a születésnapok jelentőségét, és valahogy a kerek születésnapok az időskorba ismét megjelennek, és ezek ilyen mérföldkőnek számítanak. Habár sokszor zavarba vagyunk, mert látjuk a 70 éves meghívott idősek hónapjában alkalmából meghívott vendégeinket, és bizony úgy elszigyeljük magunkat, hogy hát Istenem, hát ők nem is idősek. Ez az időskor egy nagyon érdekes dolog, hogy hol is kezdődik az időskor. Bizony ez úgy működik, hogy van egy ilyen statisztikai időskor, aztán van egy ilyen gazdasági időskor, de én úgy gondolom, hogy nem a személyigazolványban leírt számokra kell nagyon hagyatkozni, hanem mi magunk éljünk olyan környezetbe, olyan aktív életet éljünk, hogy meg tudjuk tagadni az időskor létét, vagy legalábbis szépen okosan elfogadni. Nézzük, hogy a másik oldalról milyen dolog ez, jó eső érzés felköszönteni embereket? Igen, jó magam 22 éve köszöntöm idősek hónapja alkalmából a neves születésnaposokat, egy nagyon megtisztelő dolog. Lassan az ember hozzáöregszik az idősekhez, és lassan én magam is figyelem, hogy hogyan lehet emelt fővel szépen megöregedni, és azt látom, hogy rajtunk múlik. Tehát mi emberek, hogyha aktívak maradunk későbbiekben az időskorban is, az mindenképpen hasznos számunkra. Polgármester úr, általában milyen érzésekkel érkezik ide a jeles születésnaposok köszöntésére? Milyen gondolatok vannak önben? Hát ugye igazából egy szép születésnapi köszöntő, és én örülök, hogy van itt lehetőség a önkormányzott település részéről, hisz ugye sokan elmennek nyugdíjba, érik a nyugdíjas néhány évüket már, és akkor végre van egy ilyen neves alkalom, amikor megköszönheti a település, hogy mégiscsak ledolgoztak 50-60-70 évet itt a településbe, azért a településért, az országért, a körülményekért, a jövőnkért. Tehát valamilyen módon lehet egy köszönetet mondani, és erre jött most az alkalom. Egy kis település életében a polgármester, aki évtizedek óta hivatalában van, szinte mindenkit ismer. Amikor majd átadja az okleveleket, akkor ilyen kis filmek le fognak futni mindegyik személynél? Hát tegnap átnéztem a listát, hogy mindenkit meg fogok-e ismerni, mert természetesen nem csak bolyak vannak. Tehát aki most bolyban él, meg van hívva, teljesen mindegy, hogy most költözött ide egy éve, vagy pedig itt töltötte az egész életét. Tehát van azért egy-két ismeretlen név, úgyhogy egy kicsit helyzetbe hoztam magamat. Tehát természetesen mindenkit ismerek, és hát akit ismerek, azt tényleg már régóta ismerem, hisz sajnos egy generáció vagyok, úgyhogy én is fogok kapni ma holnap egy oklevelet. Büszkék ők arra, hogy itt lehetnek? Mi a tapasztalat? Azért sok minden változott a Covid óta. Covid előtt sokkal színvonalasabb programokat is tudtunk csinálni, de ugye akkor 2-3 évig blokkoltak bennünket, és most kicsit nehezen áll ez újra föl, de én úgy gondolom, hogy akik eljönnek, azok szívesen jönnek, és örülnek, hogy találkoznak természetesen azokkal, akik kvázi osztálytársak voltak, stb. Tehát ugye erre több alkalom is van az életben, de itt is van egy olyan alkalom, amikor el tudnak beszélgetni, végig tudják gondolni, tudnak beszélni az unokákról, ne agyisten a dédunokákról. Tehát én úgy gondolom, hogy hozzátartozik az élethez az ilyen találkozó. Plébános úr, gondolom minden egyes eseményre, amire készül, gondolatban is készül, ráhangolódik, így a mai napra, a jeles születésnaposok ünnepére milyen gondolatokat hozott magával? Tegnap meghallgattam a Presser Gábor, Mi arra születtünk című számát, biztos emlékeztek, 50 évvel ezelőtt volt, azt hiszem, Gondolatok egy popfesztiválról, vagy valamilyen, és minden album, Presser Gábor albumának a cím, és azon a nyitóda lesz, hogy mi arra születtünk, hogy
továbbadjuk az értékeket, hogy a szívünket kitárjuk a másik felé, stb. Ekköré építettem egy nagyon rövid kis gondolatot az idős testvéreknek, szép kuraknak, hogy ők arra születtek, meg mindannyian, hogy időskorba átadjuk mindazt az örökséget, amit összegyűjtöttünk a következő nemzedéknek. Meg lehet figyelni, hogy persze az ember, hogy idősödik, akkor itt fáj, ott fáj, amott fáj, de bölcsebb lesz. Az élettapasztalat azért eljön egy bizonyos kor után. Igen, igen, és ezt a szép örökséget, amit összegyűjt valaki, ezt én azt gondolom, hogy nagyon kedves kötelessége továbbadni. Valahol most olvastam, olyan aranyos volt, hogy egy szerzetes, idős szerzetes kollega mondta, hogy szépen menjünk tönkre. Tehát, hogy romlik el, tényleg itt fáj, ott fáj, de ezt lehet olyan szépen megélni, és nagyon sok idős testvére találkoztam, aki ebből egy jó ízű humort csinált, hogy neki hol fáj, a botjával vezényelt, például Szent II. János Pál pápa is pörgette a botját, tehát valahogy egy jó ízű humort csinált abból, ahogy megy tönkre. És van ebben valami nagyon-nagyon kedves és bájos, és ugyanakkor egy nagyon nagy remény, hogy nem ez a vég, tehát, hogy mintha lenne tovább. Sokat tehetünk annak érdekében, hogy szép legyen valóban életünk fináléja? Igen, a reményt el kell fogadni, tehát a remény isteni ajándékát, hogy készülünk, tehát valahol ez az élet azért egy készület is, mind a mellett, hogy csodálatos, és meg kell élni a pillanatot, de ennek a reménynek, mintha lenne folytatása, ha néha bekúszik egy ilyen világos gondolat az ember agyába, szívébe, és én azt gondolom, hogy ha így öregszik meg valaki, hogy ez az ajándék egyre nyitottabban fogadja ezt az ajándékot. Sok ilyen időssel találkoztam. Nézzük az érem másik felét, akik mai ajándékokat adnak át. A tisztelet, a megbecsülés fontos dolog? Biztos, és nagy öröm, hogy gondolnak rá a szervezők, hogy a szépkorúakat, idős testvéreket meglepjék. Hiszen jól esik az embernek, ez az egyik, és jót adni, örömöt adni. Látom, hogy örül a másik, ez építő is. És biztos, hogy otthon elmesélik a testvérek, idős testvérek, és ezáltal a közösségben egy olyan pozitív együtt élési forma alakul ki szerintem, hogy figyelünk egymásra, tehát a közösség növekszik ezáltal, vagy a minősége szépül. És szeretik el egymást, ugye? Hát én azt gondolom, ez nem csak azért, mert pap vagyok, vagy mert keresztény vagyok, hanem mert ember vagyok, hogy erre születtünk, hogy szeressünk életünkön át. Szederkényben is régi szép szokás a nyugdíjasok köszöntése. Erre szívesen áldoz az önkormányzat, hiszen tisztelik és megbecsülik szépkorú polgáraikat. Vidám hangulatban telt az idei nyugdíjas nap a Szederkényi Kultúrházban. A szépkorúak megtöltötték a nagy terem valamennyi széksorát, és mindvégig tapsal jutalmazták a nekik szánt műsor szereplőit. Először a legkisebbek, az óvodások szórakoztattak, majd az iskolások és a nyugdíjas kórus következett a sorban, s végül Székely anekdótákkal zárult a sor. Mindezen felül a község legidősebb lakóit is köszöntötték az önkormányzat részéről. Ahogy illik, Szediben megadják a módját az ünneplésnek. Szederkényi Művelési Ház pörgő életében vannak állandó rendezvények, ilyen a nyugdíjasok napja. Nagyon készül rá ilyenkor a község? Igen, hiszen nagyon fontos, hogy meg legyenek ünnepelve, hiszen nagyon sok mindent őnekik köszönhetünk, és próbálunk mindent megtenni azért. Nyilván egész évben, de ezen a kiemelt napon mindig nagyon odafigyelünk rájuk, és mindig egy számukra kis meleg köszöntőket készülünk. Unokákkal, dédunokákkal, mert hát nyilván azoknak örülnek a legjobban, hogyha a sajátjaikat látják, vagy a szomszéd gyermekét fellépni.
és más kis műsorral is készülünk ilyenkor nekik. Érdekes ez a felállás, mert általában ők a vendéglátók, mindig fogadnak nyugdíjas csoportokat, és ezen a napon az önkormányzat gyakorlatilag vendéglátja őket éppen. Igen, ez az ő ünnepük, úgyhogy ezt így mindig próbáltuk, meg régebben is próbáltuk, hogy nagyon szívesen lépnek fel. Ugye ezt mi nagyon-nagyon-nagyon örülünk minden évben, minden programunkon, hogyha ők fellépnek, de ez az ő ünnepük, tehát itt mi szeretnénk őket köszönteni. Ugyanakkor a mai napon is például fel fog lépni a nyugdíjasok kórusa, ők egy ideje már nem álltak színpadra, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ma ismét ők bemutatják a tudásukat. Tartalmas szórakozás, ez általában ezek az órák, közösen töltött órák, ezek mindig emlékezetesek maradnak? Igen, hát ugye, amit az előbb is mondtam, amikor a gyerekek színpadon vannak, az mindig megmelegíti a szívüket, és mosolycsal az arcukra, esetleg még a szemükbe is egy pár könycseppet, hogyha olyan történetet, vagy olyan kis verset mondanak. Aranyon lakodalmasokat szoktak ilyenkor köszönteni, illetve hát nagyon szép korúakat is, ha minden igaz, kettő is lesz ebből, mármint utóbbival a mai nap folyamat. Igen, hát én már 23 éve dolgozom itt, és még olyan nem volt, hogy aranylakodalmas ne tudjunk köszönteni az idősek napján. Az idei az ilyen lesz, viszont legidősebb női és férfi lakost azt köszönteni fogjuk. Szolgálj szívem, csak kis kitartás, bíztatom magam. Még futni kell, még minden messze van. Szolgálj szívem, még egy kicsit nekem. Jaj, meg ne állj az úton hirtelen, sok a dolgom még, és nem mutathatom, hogy a harcot már nem bírom nagyon. És este, ha ágybaroskodok, érzem, nagyon, nagyon fáradt vagyok. Kicsit nehéz volt, jól tudod szívem. Elkoptunk, de ne sejtse senki sem. Higgyék csak azt, az óda jól ketyeg. Nem irgalmaznak ám az emberek? Csak hagyd a vért, arcom piros legyen, frissen induljak minden reggelen. Csak én tudom, ha átbaroskodok, estére már milyen fáradt vagyok. Eddig minden évben nagyon tetszett a gyerekeknek a műsora, és a nyugdíjas társaimnak is tetszik, amikor láthatják a unokákat, dédunokákat a színpadon, és ez örömmel tölti el a szívünket. Különleges ez a mai nap, hiszen az önkormányzat szervezésében ilyenkor műsort is szoktak kapni, gyakorlatilag csak részben terelik a nyugdíjasokat, hiszen az énekkar fog csak színpadra lépni. Egy plusz egy szavalat, igen, az énekkar és egy szavalat, a színjátszó csoport a mai nap nem fog szerepelni, hisz ebben a hónapban a négy alkalommal voltunk, négy helyen voltunk fellépni, a színjátszó csoport és a táncsoporttal közösen. Ráfér a pihenés a csapatra. Hát most pihenős, és a másik az, hogy mi is szeretnénk azért szórakozni. Jó hangulatúak mindig ezek az idősek napi rendezvények? Igen, nagyon jó hangulatban szoktak eltenni, szívmelengető. Igazán nagyon örülnek a nyugdíjasok, el is jönnek elég sokan általában erre a rendezvényre, és örülnek, hogy ezt a műsort láthatják. Ennekor mindig büszkén elmondja, hogy nagyon jó a nexus az önkormányzattal, amellett, hogy persze van önöknek költségvetésük, kicsit támogatják pluszba is ezt a kis csapatot, mert hogy nem a sok lelkes kirándulás azért sokba is kerül néha. Igen, nagyon jó a kapcsolat az önkormányzattal, önkormányzati vezetéssel. A nyugdíjasok egyesülete minden évben megkapja maga támogatását, mindenki, minden egyesület kap támogatást, támogatva van, és még plusz lehet pályázni. Mi általában pályázunk, és elég szép összeget szoktunk kapni az önkormányzattól. Plusz még én azért próbálok egy kicsit többet kipréselni az önkormányzati képviselőkből is, mert azok minden évben felajánlák a civil szervezeteknek a tiszteletdíjuk egy részét, mindig megpályázom. Azt is minden képviselőt már márciusban mondom, hogy nekünk szükségünk van a pénzre, inkább nálunk romoljon, mint náluk, úgyhogy azért onnan is egy szép összeget szoktunk azért kapni. Maga föld alatt, lássuk arat, kis törvénket szépen ér, nő a szállon levele,
Lassan leketyeg ez az esztendő. Milyen a mérleg ez idáig? Tartalmas volt a 2023-as év? Hát azt hiszem, hogy hasonló az előző évekhez. Én úgy értékelném ezt az évet, hogy mindent, amit beterveztünk, azt meg tudtunk valósítani. Azt hiszem, az egy nagyon szép tervekkel indultunk januárba, és mindent, amit beterveztünk, sikerült végrehajtanunk, sikerült a nyugdíjasokat sokfelé eljuttatni, sok programot tudtunk szervezni, és nagyon nagy volt a részvétel. A kulturális téren egy kicsit azért a színházra kapcsolatban azért szeretném elmondani, hogy azért nagyon megdrágultak a színházbérletek, kicsit kevesebb ember tudta megvásárolni az idejében a Pécsi Nemzeti Színházban a színházbérletet, körülbelül egy harmad része az nem tudta ezt magának biztosítani. Ezért is, hogy van saját színjátszócsoport, és ezáltal több fellépéssel lehet egy kicsit pótolni azt a kiesést. Hát igen, a helyi színjátszócsoportnak a műsorát ezt is szívesen nézik, de volna igény azért, nagyon sok embernek volna igény azért, hogy a színházba járásra, de sajnos az anyagi lehetőségei nagyon megcsökkentek az idei esztendőn. Idősek hónapja, egy hónap, ami rengeteg rendezvényből áll, és tényleg megemlékezhetünk a szépkorúakról. Jó dolog ez, hogy odafigyelnek önökre? Igen, én úgy érzem, hogy meg is érdemli ez a korosztály, mert ez a korosztály nagyon sokat tett azért, hogy ez az ország így felépült, épül, szépül, és ez a korosztály úgy érzem, hogy megérdemli azt, hogy kicsit törődjenek velük, és úgy érzem, hogy kellő törődést, itt helyileg legalábbis kellő törődést kapunk a önkormányzattól, a többi falu lakosságától, és nagyon sokban támogatunk. Fazekas Lázár Bonyhádról érkezett, és hát gyönyörű szép székhelyviseletbe jött. Köszönöm szépen. Régóta kurcolom ezt a székhelygulyát. 86 óta. Mindig hozol magad egy kis műsort, egy kis programot. Szereted felvidítani a szépkorúakat. Igen, mindig nagy öröm számomra, hogyha meghívnak ide Szerekénybe. Sok barátom van, és különösképp időseknek szeretem előadni az anekdótáimat. Nagyon értő fülekre talál. Miket hoztál ma magaddal? Milyen szinten fogod megnevettetni őket? Hát olyan szinten próbálom megnevettetni, mint tavaly is került. Sok embernek kicsordult a könnyen a nevetéstől, nem a sírástól, a nevetéstől. Otthon gyorsan szétszette a puskát, Csöpik bétette a gagyája szárába, Tust bétette az asszonynak a rokolyája alá, és a nyulat belétette a bölcsübe. Kettel csak megérkeztek a csendőrök. Összekótoktattak mindent, és nem találtak semmit. Elévették a gyermekecskét, Istánkát. Istánka, mondd csak meg nekünk, hol a puskas a nyúl. Gyerek nem akart hazudni. És azt mondja, eléveszik azt, ami apának a gagyájában van, és ezt szerakják avval, ami anyának a rokolyájának van, és hovval egyet lőnek, és jól céloznak, épp egy olyan találhatnak el, mint ami a bőcsűben van. Csendőrek egyet, jól kacagtak, sárvendek. Kiskorom óta kedvelem a székely anekdótákat. Örökké ott az üdös emberek körül forgolódtam, hallgatkoztam, és amit tudtam, megjegyeztem. És ezek még nincsenek leírva, amiket tudok. Ez még a majd jövőre vár. Yeah.
hosszú kihagyás után döntöttünk úgy, hogy újra összeállunk és énekünk tovább, és a csapat az meg nagyon jó is. Úgy éreztem én is, hogy a fényéből nem sokat veszített. Sokat kellett őket ösztönözni, vagy az első hívószóra érkeztek? Igazából nem is őket kellett ösztönözni, igazából nálam voltak olyan történések, amik ezt a hosszú szünetet úgy indokolták, de most úgy döntöttem és úgy alakult, hogy sikerült újra elkezdeni. Tehát nálad kellett az ösztönzésbe vetni? Nem kellett ösztönözni, mert nagyon szeretem őket. Idő kellett hozzá, és most már teremtettem rá időt. Erre a mostani fellépésre mennyit tudhatok gyakorolni? Hát mondhatom azt is, hogy profi csapatom van, két próba után már föl is léptünk. Igaz, a régi repertoárból szedtünk elő dalokat. Kimondottan egy idősek napjára lehet készülni egy különleges összeállítással? Természetesen lehet. Ha nem tudom, megvannak-e a bevett szokások egy idősek napi műsorban. Én mindig úgy gondolom, amit mondtam a színpadon is, hogy örömet szerezzünk a közönségnek, és örömet szerezzünk magunknak is. Egy örömeneklést, és ebbe beleférnek olyan dolgok is, amik nem biztos, hogy annyira az idős korhoz kötődnek. Ja, édes gyerekeim, sose öregedjetek meg. Egész ilyen úgy fájt a hátós, a lábós, a derekam, mindenem. Egész éjjel nem aludtam. Egész ilyen virasztottam. Leski az ablakos. Uram, teremtőm, hát mikor éget le a szomszédik házi? Megszólalt az unoka. Amelyikkel virasztott. Jó hangulatban, sok nevetéssel és tapssal telt az idei Szederkényi nyugdíjasnak. A Szépkorúak a Helyi Nyugdíjas Egyesületnek köszönhetően a szürke hétköznapokon is rendszeresen összejárnak. Nagyon jó egészséget valamennyiüknek. Hosszú idő után újra találkozhattunk Bolyban, mégpedig az Erzsébet Vigadóban, a Mohácsi és környékbéli kézművesek népes közösségével. Szeretettel vártak mindenkit, aki szeretett volna valami finomságot, kedves apróságot, esetleg már karácsonyra is készülődve néhány egyedi kézzel készített ajándékot vásárolni. A megszokott helyen kedves csapattal, színes kínálattal, családias, barátságos légkörben várták az érdeklődőket. Nagy Eredről érkezett tanárnő, és hát művész tanárként azt hiszem, hogy jó látnia ezeket a portékákat, hiszen nagyon szép technikákkal dolgoznak a kézművesek. Nagyon különlegesek, nagyon szépek, kézzel készített dolgok, érdemes ide eljönni és megnézni. Sőt, én úgy gondolom, hogy akár ajándéknak is lehet már a karácsonyra való készülődésre. Mert nagyon szépek. Általában, hogy körbenézünk, akkor fiatal generációt látunk. Ez egy új generáció, mondhatjuk, aki feltörekvő a művészetekben és a kézművességben? Igen, ennek nagyon örülünk, hogy az ifjúság is egyre több mindent kipróbál, és nagyon tetszik neki, és fantasztikus munkákat készítenek. Hol tanulhatják ők a technikákat? Különböző művészeti ágakon, iskolákban, művészeti oktatás keretében, avagy úgymond autodidakta módon is el lehet sajátítani bizonyos technikákat? Úgy is el lehet, de most már szinte minden iskolában helyet kap a művészeti iskola, és kinek mihez van kedve, ők már ott kiskorban elkezdik, és akkor erre már csak építkeznek. Ha itt körbenéz valaki, akkor megtalálja a magának való vásári portékát, egy szóval lehet válogatni? Van bőven felhozata? Nagyon sok rétű, nagyon sok mindenből lehet válogatni. Én úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja. Te magad találtál vásárhelyet? Nekem nagyon sok minden tetszik itt. Nagyon sok minden. Én unokámmal jöttem. Nehéz dönteni, ugye? Nehéz dönteni, igen. Előbb-utóbb megszületik a döntés? Teljesen biztos, igen, mert olyan nagyon sok szép dolog van. Jó vásárlást kívánok. Köszönöm szépen. Indés Andrea tűnemezelővel beszélgetünk, aki már visszatérő kiállítója ennek a kistermelői vásárnak. Mit hoztál most magaddal? Hoztunk most egy foglalkozást is, itt lehet tűnemezelni. Én most épp egy szatyrot csinálok bemutatóba, de a busóbögdösöt hoztam el magammal, ahol ilyen kisebb filclapokra lehet dolgozni különböző mintákat, illetve busóarcot is lehet készíteni. Hogy készülnek ezek a különböző figurák és díszítések? Mit takar az, hogy tűnemezelés? Hát a tűnemezelés alapvetően véve egy díszítési technika, hiszen maga a nemezelés az egy vizes technikával készül. Ehhez különleges tűket használunk. Ez például egy közepes tű, nagyon hegyes
kialakítás, és ilyen apró beváljatok vannak a tűnek az élén. Az húzza be a gyapjot, ugye? Igen, ebbe tud beakadni a gyapjú, és akkor még különböző felületekre rá lehet dolgozni. Sokat lehet ezzel bíbelődni, hogy elkészüljön mondjuk egy ilyen tökéletes mű? Hát igen, lehet. Napokat, órákat, heteket? Ja, nem. Igazából én már 4 éve foglalkozom vele, tehát nekem azért 1-2 óra egy figurának az elkészítése, vagy egy mindennek az elkészítése, de például a gyerekek és a felnőttek is nagyon jól át tudnak vele lenni 2-3 órát is akár. Itt nagyon aranyos kis játékokat is találunk. A kedvencem ez a mackó egyébként. Valami gömbszerű dolog van középen, és erre kerül rá gyakorlatilag a gyapjú. Nagy munka egyet összehozni? Igen, hungarocal golyóra van különben ez rátűnemezelve. Nem, igazából annyival nagyobb munka, mint egy kisebb, hogy maga a fület nagyobb, és ugye azt fel kell szőrözni, és akkor utána, hogyha szőrös lett a golyó, akkor utána jönnek a fülek, az órok. De itt látok több állatot is egyébként, úgyhogy mindenkinek megvan a kedvence, gondolom, aki körben néz. Persze, de például ez a maszka, ez nagyon népszerű. Mindent visz. Igen. Teddy Maci. Egyéb iránt mennyire tartod te hasznosnak ezt a termelői vásárt? Szívesen jössz, mutatod a portékáidat, és esetleg akad-e vásárló? Szerintem nagyon hasznos, hiszen a helyi értékeket itt meg lehet találni, és nem csak az élelmiszereket, hanem a kézműves termékeket is, amit én nagyon fontosnak tartok. És azért most azért a rossz idő ellenére is bebetévet egy-egy vásárló. Jönnek az emberek, ugye? Igen, folyamatosan. Az emberek. És el kell magyarázni, hogy micsoda? Nem, van, aki már ismeri a technikát, de van, aki meg érdeklődve nézegeti, hogy mi ez, hogy készül, hogy kell csinálni. Piacképes a termék? Szerintem igen. Veszik-viszik, ugye? Igen. Egyébként mennyire lehet nálad árértékarányba kihozni a dolgokat? Hát rengeteg munka van vele, anyag is kell hozzá. Ezzel nem lehet nagyon sokat kérni, gondolom én. Hát igen, azért kell kitalálni olyan figurákat, formákat, amit annyira azért nem sok idő megcsinálni, de hogy mégis egy mutatós, szép darab készüljön belőle. Szívesen jöttök ide Bolyba? Igen, szívesen. Finom pékáró illata járóját itt a Vigadó nagytermét, köszönhető ez Csibi László mesternek is, aki elhozta magával a finom bucikat és egyéb finomságokat. Mennyire fogynak ezek a portékák itt a vásárolat? Szép napot kívánok! Hát általában nagy siker van, és ez jellemző a mai napra is. Gyakorlatilag kipakolunk, és akkor elég gyorsan el szokták őket kapkodni, hála Istennek. Eladja magát a porték az illata, és hát a szépsége miatt, ugye? Igen, hát ez nagyon fontos számunkra, mert ugye úgy gondolom, hogy először az ember a szemével étkezik, és hogyha annak van egy szép esztétikája, akkor ez egy jó dolog. És ez nem csak egy manipuláció, hanem úgy gondolom, hogy azért a portékájával kapcsolatban legyen igényes a mesterember. Mohácsi vállalkozó vagy, de most már elég komoly kötődés van Bolyhoz, és beavatnál minket a részletekbe? Igen, 2 éve, úgy, 2-2,5 éve kerültünk ide először Bolyba, és akkor egy kapcsolat alapján, és mindig úgy éreztük, hogy Bolyban egy nagyon tudatos vásárolói kör van, és nagyon sok fiatal házaspár friss gyermekáldással, és úgy vettük észre, hogy ők nagyon nyitottak ezekre a termékekre, és fontos számukra a jó minőségű egészséges alapanyag, és 2,5 éve elindultunk ebbe az irányba, és akkor ezt ki szeretném emelni, hogy egy átadó ponton volt az értékesítés felük a megrendelés után, és gyakorlatilag ott becsületkasszában működött, tehát természetesen a nyugtát rá csiptettük a kis zacskóra, és mindenki be tudta dobni a saját értékét, és azt kell mondjam, hogy 2,5 év alatt egyetlen egyszer nem volt elszámolási problémánk, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó pozitív tapasztalat volt, és akkor talán egyszer még meséltem is itt a vásáron, hogy talán majd hamarosan itt Bolyban ki fogunk kötni, és úgy nézett ki, hogy ez meg is valósult, gyakorlatilag most itt a Bolyi Malomban készítjük a kenyérkéket. Mi a különlegessége, hiszen kenyér között is van különbség, divatosnak mondják manapság a teljes kiölőség portékákat, de emellett persze más kuriózumok is lehetnek. Igen, én úgy gondolom, hogy néha egy picit így egy divatosság övezi a kovászos vonalat és a kenyérkéket, én úgy gondolom, hogy erről le lehet rántani egy picit leplet, és azok a tényleg az elhivatott pékek, akik abban látják magát a csodát, hogy gyakorlatilag tiszta alapanyagokat, jó minőség alapanyagokat, ha valamivel kiegészíti a kenyérkét, azokat az alapanyagokat helyből szerzi be kistermelő társától, akkor úgy gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerű receptúra, de igazából nem is kell több a tiszta élelmiszer szempontjából, és úgy gondolom, hogy a sikerünknek az egyik
titka pont ez, hogy mi innen vásároljuk meg az alapanyagokat, és akkor csak is tisztán készítjük el a receptúra alapján a termékeinket. Nem titok, hogy a Garat malomból vásároltak lisztet, Nagy Lajos nevéhez köthetjük itt Bolyba ezt a malmot, jó minőséget kaptok folyamatosan? Az a helyzet, hogy mi a kezdetektől fogva velük dolgozunk, és abszolút hűek vagyunk az ő vállalkozásukkal. Mi tökéletesen megtaláltuk velük az összhangot, mert amit mi képviselünk, vagy amit gyakorlatilag ők képviselnek, az nagyon jó párhuzamban van. Abszolút, mi nekünk egyetlen egyszer nem volt problémánk, hozzák ugyanazt a minőséget, nagyon ügyfélorientált, emberközpontú értékesítési módszerekkel. Azóta már közös projektjeink is voltak, jöttek hozzánk csapatépítőre, tehát hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük, és ugye ez azért is fontos, mert gyakorlatilunknak ez az alapanyagunknak a fő összetétele, hogy akkor az a liszt, és ezért úgy gondolom, ezt fenn kell tartani. Ha már kurens dolgot keresünk, egy félfüllel hallottam, hogy diós bucit árultál? Igen, igyekszünk arra is figyelmet fordítani, amikor lehetőség van, hogy alapvetően szezonális alapanyagokat építsünk bele a termékbe, és gyakorlatilag most már ugye megjelent a friss dió, emellett ugye próbálunk olyan ízpárosításokat is, ami talán jó összepasszolhat. A friss rozmarink az gyakorlatilag az év bármely szakába szehető, úgyhogy most egy ilyen diós rozmaringos kenyérkével készültünk. Hamarosan itt az advent időszaka, és jön a karácsony, lesz-e finom diós mákos kalács? Mindenképpen, diós mákos a szokások szerint, és akkor mi egy picit tovább megyünk a dióhoz, rakunk egy kis aszalt sárga baszkot, a mákhoz egy kis aszalt szívát, ha valakinek úgy van kedve. Lehet ezt fokozni, ugye? Mindenképpen. Nagyon jó vásárt kívánok. Köszönjük szépen, viszont kívánok. A Bolyi kézműves vásár során ismét megtalálhatták számításukat a nézelődők, mert hogy nem először nézni, majd észrevenni, és végül megvenni kell a becserkelt portékát. Így volt ez a mostani alkalommal is, volt miből válogatni. Megyenapi ünnepségre került sor a Siklósi várban. Ennek keretében díjazták Baranya kiválóságait, akik különböző területeken alkottak maradandót. Siklósi várudvarban rendezte ünnepi közgyűlését a Baranya vármegyei önkormányzat. Az elmúlt évek hagyományait megőrizve Őri László elnök és Partos János főjegyző adták át a kitüntető címeket. Az ünnepi beszédet Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára mondta el. A hajdani Baranya vármegye jelentős történelmi múlttal bíró települését és várát Siklóst választotta idén a vármegye legnagyobb ünnepi helyszínéül, amelyet történelmi emlékek, kurucos legendák tették országszerte ismerté. Őri László vármegyei elnök köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a közösség számára a múlt, a jelen, a jövő együttes felmutatása adhat reális célt és motivációt a tovább lépésre. Az idei évben is a tradíciót, a hagyományt megtartva rendeztük meg október közepén Baranya vármegye napját, az ünnepi napot, egy igazán ünnepi helyszínen, a Siklósi várban, amely Siklósi vár mindannyiunk nagy büszkeségére az idei évtől nemzeti emlékhely is. Ráadásul mindannyian emlékszünk gyerekkorunk, fiatalkorunk legendás sorozatára, a Tenkes kapitányára, amelyben Zente Ferenc főszereplésével zajló történet összeforrott a Siklósi várral. Éppen idén 60 esztendeje annak, hogy elkezdték forgatni ezt a legendás filmsorozatot, és Siklós városa egy olyan város, amelyet érdemes megmutatni Baranyának is, hiszen nagyon szépen fejlődik az elmúlt években. Ezért is döntöttünk úgy, hogy ebbe a csodálatos környezetbe hozzuk el a megyenapot, és annyiban viszont eltértünk a tradícióból, hogy az idei évben elsőként a vármegyenapi ünnepi közgyűlés, amelynek keretében átadtuk Baranya vármegye kitüntető díjait, elismeréseket, a vármegye díszpolgára címet az idejében Bárdi László professzor úrnak, mindemellett pedig egy kétnapos fesztivállal is készültünk, amellyel a siklósiakat, a pécsieket, a Baranyában élőket szeretnénk ide csábítani a környékbe. Beszéljünk az értékhordozókról, arról a 12 kitüntetetről, amely gyakorlatilag jó reprezentálja, hogy az élet bármely területén, ha körbenézünk Baranyában, nagyon értékes embereket találunk.
Én hiszek abba, hogy mi Baranyában itt együtt alkotunk egy nagy közösséget, akik együtt tudunk sikereket elérni, és fontos, hogy amikor egy-egy ünnepi pillanatban összejöjjünk, akkor körülnézzünk és összegyűjtsük azokat a kiemelkedő teljesítményeket a közösség, az élet különböző területein, akik a maguk területein dolgozva, szolgálva a közösséget sokat tettek azért, hogy ez a térség ez előrébb kerüljön és jusson. Bárdi László mellett döntött idén a közgyűlés egyhangú döntéssel, ő lett a Baranya Vármegye díszpolgára cím kitüntetett birtokosa. Bárdi László professzor úr, aki a magyarság és a keleti kapcsolatok témájában igen sokat tett a személyes kutatásaival, a magyar őstörténettel, és ma az ő tanítványai a keleti térség országaiban nagykövetként dolgoznak, és segítik a magyar nemzetgazdaság és az ázsiai, a kínai térség közötti gazdasági kapcsolatoknak az élénkítését. De említhetem az egészségügy területén Otofi Gábor főorvos úrnak a munkáját, aki a mindennapokban igen nagy alázattal végzi azt a munkáját, amihez bizony igen sok lelki erő kell. Sokunknak talán nem is lenne meg ez a lelki erő, hogy a legkisebbekkel, daganatos betegekkel foglalkozik, és elérték azt a kollégáival, hogy ma egy a régióközpontban, a Pécsi Egyetemi Klinikán gyógyuló kisgyermeknek semmivel se rosszabbak a gyógyulási esélyei, mint Budapesten, a fővárosban vagy Európa távoli pontján. Én azt gondolom, hogy ezek a hatalmas, fantasztikus teljesítmények és életutak a közösség részéről elismerésért kiáltanak, és bízom benne, hogy ezt sikerült most megtenni. Magyar kormány képviseletében Potápi Árpád államtitkár úr vett részt a Vármegye napon. Milyen gondolatokkal, érzésekkel lépte át a megye határt? Hát nagyon könnyű volt nekem átléptem a megye határt, mert Bonyhádi vagyok, és félig meddig én is baranyainak számítok, hiszen kis túlzással kilépek a házamból, vagy kinézek az ablakon, akkor már Baranyát látom. És majdnem minden szabadidős tevékenység ide köte ez a Vármegyéhez, hogyha kirándulok, hogyha lovaglok, hogyha kimegyek futni, akkor akarva, akaratlanul, de már is Baranyában vagyok. De egyébként ezt a két Vármegyét minden összeköti a múltban, a jelenben is, reméljük a jövőben is, hiszen hasonló néprajzzal bír, ugyanazok a népcsoportok, nemzetiségek lakják a két tájegységet, összeköt bennünket a Duna, és reméljük, hogy a jelen mellett a jövőben is találunk olyan elképzeléseket, amely mellé oda tud állni a kormány, és kiemelten fogja, mint ahogy Navracsics miniszter úrtól is ezt hallottuk, kiemelten fogja támogatni ezeket. Baranya Vármegye egyébként nem csak az épített örökséget jelenti, nem csak a várakat, itt például Siklósi várat, nem csak a templomokat, iskolákat, a városainkat, a falvainkat, hanem az itt élő embereket is. Jelenti a magyarokat, a németeket, horvátokat, szerbeket és a cigányokat, és Baranya Vármegye jelenti azokat a magyar embereket is, akik Kopácson, Bejjén, Karancson, Hercegszőlősön, Vörösmarton, vagy Csúzán, vagy Laskón élnek, tehát a horvátországi, vagy délbaranyai magyar embereket is. Mi azért is dolgozunk, hogy ők is érezzék azt, hogy Magyarország mindent megtesz a határon túli magyarságért. Ezért is örülök annak, hogy az egyik díjat Dobsa István kapta. Ő volt tiszakeresztúri, tehát kárpátaljai magyar polgármester, néhány évvel ezelőttig, és sajnos hasonlóan, mint több tízezer elsősorban férfi Kárpátaljáról itt él most Magyarországon a háború miatt egyfajta számüzetésben. Nagyon reméljük azt, hogy illetve mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél előbb béke legyen. Nekünk magyaroknak legalább 150 ezer okunk van arra, hogy béke legyenek a kárpátaljai magyarok. A folytatásban itt van velünk dr. Otofi Gábor, az Egészséges Baranyáért díjazottja. Gratulálunk, doktor úr! Nagyon szépen köszönöm! Milyen érzésekkel vette át a díjat? Így lepörgette önbe az a kis film, ami eddigi munkájáról szólt. Az érzéseim az elsődlegesen az, hogy egy jó működő gépnek egy fogas kereke vagyok. Nagyon sok emberrel dolgozom együtt. Az egész csapatnak szól nyilván ez a díj. Velem együtt dolgozó orvos kollégáknak, nővéreknek, pszichológusoknak, gyógytornásznak, a tanároknak, akik ott dolgoznak, a kórházpedagógusoknak. Biztos vagyok benne, hogy szól annak a csapatnak, aki körülöttünk van, a klinika többi osztályának, az intenzív osztálytól kezdve az összes többi, akik segítenek bennünket.
a labornak, a radiológiának, a patológus kollégáknak, és egy csapat részeként vagyunk országosan is, egy gyerekonkológiai hálózat részeként vagyunk, úgy dolgozunk, illetve egy nemzetközi kapcsolatrendszerben vagyunk benne, ami szintén egy nagyon-nagyon erős lökést ad a munkánknak. Úgyhogy én itt vagyok, így vagyok itt díjazott, hogy azt gondolom, hogy ez az egész nagy csapatnak a munkáját díjazzák, és valakit kiemeltek bele, történetesen engem. Mit tart a legfontosabb eredménynek az eddigi munkája során? A legfontosabb eredménynek azt a gyógyulási arányt, amit el tudtunk érni idáig, azt gondolom, hogy ez óriási dolog, illetőleg azt, hogy akiket nem tudunk meggyógyítani, azokat igyekszünk a lehető legjobban segíteni, hogy a lehető legtöbb örömet és a lehető legkevesebb szenvedést kelljen megélniük. Illetőleg azt, hogy sikerült megtartani a csapatot, és fejlődni tud a csapat, azaz kiváló kollégákkal dolgozhatom együtt. Talán ezt tartom a legnagyobb eredménynek. További eredményes munkát kívánom. Köszönöm szépen. Szeretnénk gratulálni dr. Arató Attila rendőrkapitány úrnak, Szigetvári rendőrség vezetőinek a közbiztonsági díjhoz. Milyen érzés most ezt a díjat így átvenni? Köszönöm szépen, hazámat szolgálom. Rendkívül megtisztelő érzés, főleg, hogyha megnézem a díjazottakat, hiszen mellettem például a docens úr egy olyan életpályát mutatott be az orvosi hivatás terén, ami azt gondolom mindannyiunknak példaértékű lehet, és ha én köztük ülhetek, az számomra is nagyon megtisztelő. Elhangzott, hogy korábban megbízottként, most már kinevezett kapitányként teszi a dolgát. Nagy a terület? Két járástól elfel, összesen 66 település tartozik hozzánk, és gyakorlatilag onnan szállástól Bicsérdig egy jó pár kilométer lefedettségű területnek a közbiztonságáért felelünk. És hát van egy szentlőnci rendőrőrsük is, ugyebár? Így van, gyakorlatilag két székhelyen működünk, egy szigetvári központi épülettel, és Szentlőrincen pedig egy rendőrőrsel, az egy önálló járás. Jó a csapat, jó az állomány, akikkel gyakorlatilag ezt a díjat föl tudja mutatni? Én azt gondolom, hogy rossz csapattal nem lehet eredményeket elérni, és ez a díj ez legalább annyira az ő díjuk, mint az enyém. Nagyon jók a felmérések, amelyek mutatják, hogy milyen a közbiztonság érzete az embereknek. Elmondhatjuk, hogy a térségben, a szigetvári térségben is elég jók a mutatók. Azt gondolom, igen, a statisztika mutatók jók, de talán ennél fontosabb az, hogy mit éreznek az emberek, és ugye ne felejtsük el, hogy egy kis falvas, hátrányos hely település szerkezetű térségről van szó, azért meg kell harcolni ezekért az eredményekért. Inspirál egy ilyen díj? Mindenképpen. Nagyon jó munkát kívánok. Köszönöm szépen még egyszer. Hát nagyon jó érzés, nem gondoltam volna, hogy elnyerem ezt a díjat, úgyhogy meg szeretném köszönni. Mindazoknak, akik felterjesztettek, ugye? Az elmúlt napokban gyakorlatilag gondolom már készültél ide lelkileg, így végfutott benned, hogy mit tettél te eddig a művészetekben, így a zene területén? Hát igen, így visszagondolva nagyon sok mindent, ahogy így összesítve leírtuk, úgyhogy hát nagyon boldog vagyok, mert nem gondoltam, hogy ennyi mindent értem már el. Nagy befektetés zenét tanulni? Sok lemondással jár, sok próbával, gyakorlással? Hát igen, jár, de igazából nem bánom, mert nagyon szeretek fullázni. Kiegészíti az életedet? Igen, az biztos. Büszkék rád a szüleid egy-egy fellépés kapcsán, egy-egy siker kapcsán, mint például ez a mai is? Hát nagyon-nagyon büszkék, és szeretnének támogatni továbbra is. Úgy tudom, hogy a Kodály Gimnáziumban tanulsz jelen pillanatban, 9. osztályba jársz. Hogyan tovább, vannak-e már jövőre vonatkozó elképzelések? Megfordult a fejembe, hogy szeretnék, de még úgy gondolom, hogy van időm eldönteni. Gratulálunk hozzá, és sok sikert a zenében is. Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel szeretnék gratulálni a Mohácsi Német Önkormányzat elnökének az imént átvett díjhoz. Mit jelent ez a közösség számára? Azt gondolom, hogy a munkánknak egy újabb elismerése, és nagyon örülünk, hogyha az a sok éves tevékenység, az a rengeteg energia, amit a hagyományőrzésbe, az identitástudat erősítésbe fektetünk, az lecsapódik, és tényleg itt látjuk az eredményét, hogy a környezetünk észreveszi azt a rengeteg eredményt, azt a sokszínűséget, amit itt az elmúlt években Mohácson és Mohács környékén a németség körében sikerült elérnünk. Azt gondolom, hogy nagyon jó kis csapat van, a Mohácsi Német Önkormányzat tagjai tényleg szívvel, lélekkel végzik ezt a munkát, mert
civil szféráról beszélünk, ugye mindenki a munkája, a családja mellett végzi ezt a sokrétű tevékenységet, és ilyen színvonalon és ilyen sikereket csak úgy lehet elérni, hogyha tényleg mindenki szívvel, lélekkel csinálja. Hogy érzi? Kamatozik a befektetett munka? Én azt gondolom, igen. Nagyon érezzük a környezetünkben, ugye Mohácsi lévén, hogy Mohács nagyon szépen fejlődik, rengeteg infrastruktúrális fejlődés van a városban, de ehhez nagyon kell, hogy párosuljon az, hogy élhető legyen a környezetünk, és élvezzük azt, hogy mi mohácsiak vagyunk, és a Mohácsi Német Önkormányzat is azt gondolom, hogy a programjaival, a tevékenységével tényleg az elmúlt években igenis sokat tett ahhoz, hogy Mohácsi, nem csak a mohácsi svábok és a mohácsi németek, hanem a Mohács összlakossága élvezze azt a sokszínűséget, ami a városban tapasztalható. Nagy dolog őrizni a hagyományokat, ezt továbbvinni, de a legfontosabb az, hogy a fiatalok be vannak vonva mindenbe. Így igaz. Azt hiszem, hogy az elmúlt 80 évet, ha végig tekintjük, a Magyarország és a mohácsi németség is ugye nagyon sokat szenvedett, tehát nem csak a II. Világháborút követő sorscsapásokra gondolok, hanem azért a szocializmus idejében az a 30-40 év, amelynek következménye az, hogy ugye ma már nagyon kevesen beszélik a nyelvjárást, ez nagy veszélyt jelentett a mohácsi és a magyarországi németségre is, de aztán a 21. században pedig ez a megnyílt világ, ez a nagy globalizáció pedig azt a veszélyt rejti magában, hogy már nem fontos, hogy honnan jövünk, és milyen értékeket képviselünk mi magunk, a családunk, a kisebb környezetünk, és hogyha ez ellen harcolni tudunk egy kicsit, vagy legalábbis megtanítani a mai ifjúság számára is, hogy igenis nagyon fontos, hogy különbözőek vagyunk, és értékeljük azt a másságot, és értékeljük azokat a vonásokat, amiben mi egyedit tudunk alkotni, azt hiszem, az nagyon fontos. És én úgy gondolom, hogyha megnézzük a programjainknak a résztvevőit, a környezetünkben, kik a mohácsi németség munkáját segítik, akkor nagyon sok fiatalt láthatunk. Egy ilyen díj inspiráló lehet a jövőre nézve? Azt gondolom mindenképpen, ahogy már mondtam, mindenki szívvel, lélekkel csinálja tényleg a Mohácsi Német Önkormányzat tagjai ezt a munkát, de azért a külső környezet elismerése mindenképpen nagyon jót tesz. Jártam a Harsányi szövőben. A díjazottak elismerése méltó teljesítménye jó példázza, hogy milyen mély merítésű a humántőke Baranyában. Bármely területét nézzük mindennapjainknak, mindenhol ott vannak hétköznapi hőseink, akikre nagyon is büszkék lehetünk. Megtanultam szépen dalolni, a rózsámmal szépen mulatni. Köszöntöm kedves nézőinket, halottak napjára, minden szentekre. Szeretnénk egy kicsit ráhangolni kedves nézőket, ezért Kutas Attila plébános atyát hívtuk meg stúdiónkba, akit nagyon nagy tisztelettel köszöntöm. Üdvözlöm, atya! Köszöntelek szeretettel, köszöntöm a nézőket is. Azt hiszem, hogyha a minden szentekről, halottak napjáról beszélünk, két különböző ünnepről beszélünk természetesen, de nagyon összefort ez így az egyház történetbe is a két ünnep. Igen, hát a katolikus egyház szenteket és boldogokat mutat fel a tagjai számára, hogy ezek azok az emberek, akik úgy éltek ezen a földön, hogy már itt, ahogy éltek, az számukra a boldogság forrása volt. Önfeláldozó, önzetlen élet, ami nem mindig volt mentes a keresztektől, a kihívásoktól, a nehézségektől, de mégis boldog életet éltek, és az egyház felmutatja a szenteket és a boldogokat a tagjai számára, a Krisztus követők számára, hogy nézzétek, ezen a földön lehet úgy élni, hogy megtalálod az életed értelmét, és hogy adott esetben boldogságként éled meg a napjaidat, megszületik benned a boldogság. És mivel ők már nincsenek közöttünk, tehát a szentek és a boldogok, tehát az egyház csak olyanokat avat boldoggá és avat szenté, akik már eltávoztak a földi létből, ezért ugye a másnap, november 2-án halottak napján az elhunytakra emlékezünk, november 1-én minden szenteket ünnepeljük, tehát így kapcsolódik talán össze, vagy szorosan egymás mellett van ez a két ünnep. A szentek, akik itt a földön szentül próbáltak élni, és ők már átjutottak a más világra, és példaként állítja elénk az egyház
mai Krisztus követők számára is. Hogyha őket. Kategóriákat is keresünk itt, akkor a megdicsőültek egyházáról is beszélhetünk esetükben, míg a holtak, akik még nem jutottak be a paradicsomba, gyakorlatilag a szenvedő egyházat képviselik valamilyen szinten. Itt vigyázni kell, igen, a fogalmakkal is, mert ugye názáreti Jézus, amikor feltámadt a halottak közül, akkor semmit nem mondott arról, hogy mi van oda át. Egyetlen árva szót sem említett erről. Valószínűleg nem véletlen. De ezek a kifejezések, amelyeket használtál az imént, megdicsőült egyház, szenvedő egyház, küzdő egyház, ez a teológiának a csodálatos, szép megfogalmazásai, tehát az észlelésből a 2000 év során születtek tanítások, keresztény elődeink próbálták észlelni ezeket az igazságokat, hogy mit jelent az, hogy halálunk után az örök dicsőség vár ránk, kik azok, akik egyből Isten színelátására jutnak, és valami ilyesmit próbál megfogalmazni az egyházi tanítás, de a földön élő egyház, a küzdő egyház, tehát mi még szenvedésekkel teli, küzdelmekkel teli földéletet élünk, és akik pedig már a Isten színelátására jutottak, az a megdicsőült egyház, a beteljesült egyház. Aki még nem jutott oda, ugye itt helyekre próbálunk asszociálni, de nagyon vigyázni kell, szóval nem egy országhatár, körülhatárolható területen vannak, vagy nem tudunk semmit. Tehát én azt gondolom, hogy néha nagy-nagy csendben, egy csendes imádságban közel kerül hozzánk ez az egész kérdés, de utána mintha minden megint homályos lenne, és ez így szép, hogy megsejtjük, hogy valóban vannak, akik már Isten színelátásra jutottak, és vannak, akik még nem. Hívő emberként persze ünnepeljük minden szenteket is, de azt hiszem, hogy hozzátartozóinkra való tisztelettel pedig másnap halottak napján azt a halotti kultuszt éljük meg, amit itt Európában az emberek, a családok megszokhattak. Egyébként, hogyha elmegyünk más kontinensekre, teljesen más halotti kultuszok vannak. Mexikóban például ünnepséget rendeznek a temetőkbe, élelmet, italt visznek ki, és hát ott ünnepelnek halottjaikkal együtt. Mennyivel másabb ez az európai kultúrához köthető halotti kultusz? Hát még az európai kultúrában is különbözőképpen élik meg az emberek a gyász. Pont most hunyt el egy velem egykorú püspök Amerikában, 51-2 évesen, elaludt éjszaka, tehát nem kelt fel reggel. És belenéztem a temetési szertartásra, és nagy kacagások, nevetések voltak, mert felidézték a pap testvérnek az életéből azokat a pillanatokat, amikor az igazi jó humora volt, és az életet olyan örömtelien játszotta. És tehát ők egész másképp élik meg az amerikai kontinensen, Észak-Amerikában, az Egyesült Államokban például a gyászt, mint mondjuk itt mi Magyarországon. Ugye nálunk ugye visszafogottabbak az érzések, úgy nehezebben merüljük kifejezni az érzéseinket, nem csak szavakkal, hanem egyéb gesztusokkal is. De a jelen van nálunk a gyertya, az égő gyertya, ami nagyon szép halottak napja estén a temetőn végigmenni és látni az égő gyertyákat. Ez a krisztusi lángra utal? Igen, igen, tehát hogy győzött a halálon, tehát a sötétség feletti győzelem, a világosság, a fény győzelme. Nagyon-nagyon kifejező szavak nélkül is, még aki nem vallásos és elhelyezze egy kicsi gyertyát a sírára, valahol tudattalanul is amellett teszi le a voksát, hogy nem igaz, hogy mindennek vége a halállal, hogy ott aztán megsemmisülünk, és hogy semmi tovább. És, de hogy valahogy tudattalanul is emellett teszi le a hitét, hogy van, hogy valaki van, vagy valaminek kell lenni. Maguk a virágok, a koszorok azok milyen jelképek ebben az esetben? Hát igazából annak a jelképeit úgy nem vagyok tisztában, hogy most miért pont a krizantém, vagy nem tudom melyik virág kerül a sírokra. Ez inkább szokáshoz kötött. Hát nem merek ebben nyilatkozni. Lehet, hogy ennek van néprajzi hagyománya, vagy egyéb. De hát minden esetre a fehér virágok, a lila virág az kifejező. Tehát a lila egyértelműen a gyásznak a színe, ugyanakkor nem fekete, hanem lila, a fehér az pedig talán a minden szentekre is egy kicsit visszautal, talán azt fejezi ki szavak nélkül, hogy reméljük azt, hogy a boldog színelátásra jut elhunyt szerettünk, akinek a sírjára elhelyeztük a virágcsokrot, illetőleg a nagy szeretetnek is a jele, tehát
nagyon szép, nem csak itt a Földön, amikor egymásnak adunk virágot, én azt gondolom, ez egy nagyon szép gesztus, vagy nagyon szép szeretet cselekedet. Valahol olvastam, hogy a 60-as évben volt egy idős orvos, akinek elhunyt az édesanyja, és utána minden nap kiment a sírjához, és egy szál virágot elhelyezett az édesanyja sírján. Nem hiszem, hogy üres gesztus volt, vagy fölösleges történet. Tehát nagyon-nagyon kifejező egy szál virág. Érdekes dolog ez, hogy halottak napjára tényleg kisebb kanosszajárás van az országban. Van, aki tényleg több száz kilométert is megtesz, hogy szülei, nagyszülei sírjához elmenjen. Valaki, ahogy Plébános Őr is említette, gyakorlatilag akár naponta, hetente többször is kimegy a temetőbe. Ez a kötődést is jelenti valamilyen szinten? A lelki kötődést, hogy valamilyen szinten soha nem szeretnék elszakadni a hozzátartozomtól? Igen, hát aki megteheti, hogy ott él, ahol az elhunyt hozzátartozói el vannak temetve, a közeli hozzátartozók, szép, hogy ki tud minden nap menni. De azt gondolom, hogy ma már akár egy okostelefonra, ha kihelyezi valaki elhunyt szerettének a képét, és nem tudom én, ránéz napközben egy rövid imádságban, jó Isten felé fordul ő érte, vagy valahogy a szeretet kapcsolatot ápolja vele. Ez is nagyon kifejező, hogyha 1000 kilométerre lakik attól a temetőtől, ahol az elhunyt hozzátartozói vannak. De aki megteheti, nagyon szép gesztus, hogyha ez nem valami lelki defekt, vagy egy elakadás ugye a gyászban. Tehát van, aki nem tudja elengedni, és valahogy kóros az egész jelenség, hogy minden nap kint van és ott van. Tehát ezt mindenki másképp éli meg a gyászát? Tehát valaki akár évekig, évtizedekig is tud gyászolni? Hát igen, most, hogyha belegondolunk, ha egy 14 éves gyermek meghal egy családban, autóbalesetben, ott azért a gyásznak egészen más a minősége, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, mint ha egy 96 éves nagymamát temetünk el. Tehát Istennek egy érett gyümölcsét kísérjük el utolsó útjára, vagy egy fiatal gyermeket, az egészen más. És ott azért nagyobb, azt mondom, nagyobb a trauma. Tehát erre külön gyászfeldolgozó csoportok vannak már az egyházunkban is. Egyik paptestvér foglalkozik ezzel, képzésen vett részt. Én is gondolkodok ezen, ha lesz rá igény, bár nagyon szemérmesek itthon az emberek, és nem szívesen gyűlnek össze csoportba, hogy erről beszélgessenek a gyászukról. Milyen érdekes rendező az élet. Plébános úr innen pont épp egy temetésre megy, végtisztességet fog megadni valaki számára, és hát ezt teszi egy héten akár többször is. Egy pap számára ez lelkileg mennyire megterhelő? Nem megterhelő, hanem folyamatosan a figyelem előterébe tartja a realitást. Tehát azt az igazságot, hogy ezen a földön zarándokok vagyunk, átmenté a létünk, és naponta foglalkoznom kell ezzel a gondolattal, és valahogy a remény, a öröm hírét, az, hogy van élet, örök élet, ezt a reményt tudom magamban erősíteni szinte hetente többször is, és ez engem nagyon segít. Amikor édesapámat elvesztettem, nagyon, én úgy éreztem, vagy azt tapasztaltam, hogy segít, hogy én napi szinten ezzel az üzenettel, amit hirdetek ezzel, azonosulni tudok, be tudom fogadni, erősödni benne. Ez ilyenkor, amikor a végtisztesség megvan adva, ez gyakorlatilag egy közvetítő szerep valamilyen szinten? Igen, nekünk papoknak, de minden kereszténynek az örömhírt kell megélni abban a közegben, ahova éppen szólítva van, és nagyon hálás feladat, hogy nem néma csöndbe kell állnom ott negyed órát félület, hanem van mondani való. És meg szokott érkezni az üzenet. Tehát ha eléggé nyitott vagyok a jelen pillanatra, ott a temetési szertartáson, és engedem, hogy hatással legyenek rám az ott lévő, nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy elérkezik az üzenet, az örömhír. És a mély gyászba, a depresszív hangulatba egy pici fénysugár kigyullad. És hát egy hívő ember számára, amikor kimegy a temetőbe, lett légyen most így halottak napja alkalmával is, a remény ugye ott van mindenképpen. Igen, igen. Csodálatos ajándék a Jóistennek a remény, és nap mint nap fel van kínáltatva.
el kell fogadni. Tehát ugye ugyanúgy, hogy néha kapunk egy ajándékot, és nem tudunk vele mit kezdeni, és még gondolkodsz is, hogy miért kaptam ezt. És rá egy-két évre egyszer csak elő, jaj, de jó, hogy ezt kaptam, és most esik le, hogy miért kaptam. Így vagyunk a Isten ajándékaival is, a remény ajándékával, hogy van idő, gondolom, amikor nem tudunk vele mit kezdeni, vagy úgy érezzük, hogy na hát ez nem olyan nagy dolog. De ilyenkor halottak napja környékén az ember, ha picit el fölött mocorog a halál és elmúlás és ilyesmi, akkor azért nagyon szép ajándéknak tűnik ez a remény ajándéka, isteni ajándéka. Akkor ne csak szomorúsággal a szívünkbe lépjük be a temetőkbe, hanem azzal a boldogsággal is ott a remény lehetősége számunkra. Igen, én úgy élvezni szoktam. Számára. Igen, élvezni szoktam, hogy élvezni, vagy nagyon jó szívvel hallgatom a beszélgetéseket ilyenkor a temetőben, hogy családtagok találkoznak, felidézik az elhunyt hozzátartozó emlékét, még néha elmosolyodnak, nevetnek is. Én azt gondolom, ez semmiféle kegyeletsértés nincs benne. Persze figyelve a másikra, aki esetleg szomorúbb, vagy most veszítette el a hozzátartozóját, és még nincs abban a lelki állapotban, hogy sztorizgasson. De olyan jó, hogy családok összetalálkoznak, és valahol azért milyen érdekes, hogy elhunyt hozzátartozó összehoz néha több száz kilométerre élő családtagokat. És én szoktam látni, hogy így logisztikáznak gyakorlatilag a temetőben, akinek több sírt is fel kell keresni, hogy akkor hova megyünk először, másodszor, megállnak egy-egy percre, meggyújtják a mécsesbe gyakorlatilag a gyertyát, és ott eltöltenek egy pár percet, és már mennek a következő helyre. Igen. Mert így szép ez a történet. Igen, ez emberi, nagyon emberi, és Székelyföldön akár, ha körbenézünk, ott még nagyobb hagyománya van így a temetőjárásnak, a temetővel a síremlékek, ahogy kinéznek, amilyen idézetek rajta vannak. Szóval tele van élettel, mint hogyha tehát néha a humor az is segít, hogy túlmutatnak ezek a síremlékek a halálon, tehát hogy mintha folytatódna. És valahogy az ember lelkét meg is érinti, hogy már ott sötétedik benne, és látja ezt a rengeteg pislákoló mécsest, az valami angyali érintés. Igen, tehát szép, egyszerűen hozzátartozik az életünkhöz a szépségnek a megtapasztalása, és jó, ha ebben is finomítjuk magunkat, hogy észrevegyük, és a tartalmat adjunk neki, vagy önmagunk számára üzenetként érkezzen meg. Plébános úr, köszönjük a bölcs gondolatokat, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen, köszönöm szépen. Napjaink című közéleti magazinunkat látták, találkozunk egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt.